A Romániai Magyar Demokrata Szövetség március 15-e alkalmából két kiemelt központi rendezvényt szervezett. Sepsiszentgyörgyön délután 4 órakor gyűlt össze az ünneplő közösség. Ez alkalomból a városba látogatott Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, és Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Este 7 órától mindketten Nagyváradon mondanak beszédet, híradónk után élőben közvetítjük az eseményt. A magyar lovassági indulóra bevonuló cserkész csapat és a hagyományőrző huszárok felvonulásával kezdődött Sepsiszentgyörgyön az RMDS központi ünnepi megemlékezése március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján. A nemzeti ünnep idejére a város piros-fehér-zöldbe borult. Az ünnepi beszédek sorát Antal Árpád polgármester kezdte meg. Székelyföld örök. Volt, van és lesz. Ezt üzenjük ma és minden nap azoknak, akik ezt másképp gondolják. A másik üzenetünk pedig az, hogy március 15-e minden magyar ünnepe. Nem a magyarul beszélő románoké, hanem a magyarul beszélő, magyarul érző, magyarul éneklő és álmodó magyar embereké. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke elmondta, borús időket élünk, nem messze tőlünk véres háború zajlik, az egyik válság a másikat követi, a világ pedig átalakulóban van. Mindannyian tapasztaljuk, hogy Európa évtizedek óta nem volt ilyen nehéz helyzetben, fogalmazott. Mi, magyarok, mindig képesek voltunk talpra állni és továbbírni közös és sikeres történetünket, hangsúlyozta. Pár nappal a forradalom kitörésének egy éves évfordulója előtt, amikor a szabadságharc ügye a többoldali szorításban már korántsem látszott felhőtlennek, nem messze innen, Marosvásárhelyen azt írta egy versében Petőfi Sándor, hogy bizony mondom, hogy győz most a magyar, habár ég s föld ellenkezőt akar. Habár sokszor temettek bennünket Trianon után, az imperiumváltást követő években, vagy a kommunista időszakban, a reménylángját mégsem tudta senki kioltani a közösségünkből, tette hozzá. Idén Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tolmácsolta az anyaország üzenetét. A szövetségi elnökkel ezt követően a másik központi megemlékezésre, Nagyváradra utaztak. Ez az otthonunk,